Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Most ismét Isten igéjét fogjuk hallgatni, imádkozunk, énekelünk, hisszük, hogy jó lesz ez az alkalom, és ti is készítsétek elő a szíveteket, mert az igén keresztül Isten lelke és igéje fog hozzátok szólni, amire érdemes odafigyelni. Most pedig akkor egy éneket fogunk elénekelni. Remélem, hogy ti is bekapcsolódtok. A jó pásztor, akiről én most beszélek veletek, jómódú ember volt, 100 juha volt, és a 100 közül az egyik, a 100., pontosan a 100., Barika volt a kedvence. Barikának hívták a kedvencét. A jó pásztor, mielőtt ezt a sok juhot megvette volna, épített juhainak egy juh akulat, ahol bőven elfért 100 juh is egyszerre. Meg is vette ezeket a juhokat, és gondozta őket. Barika volt a kedvence, ő legbelül aludt az akolban, mert félt a macskától, meg a farkastól, és biztonságba érezte magát, hogyha ott legbelül alszik, fekszik, és aludjon, aki akar az ajtó közelébe, de ő bizony legbelül alszik. És puha szalmát tett arájuk a jó pásztor, és ezen a puha, finom szalmán feküdtek, szépen elvetették magukat, kényelmesen, és a szalma volt a lepedőjük, meg a takarójuk is. Amikor a jó pásztor takaródót fújt, és amikor mindenki lefeküdt, eloltotta a gyertyát, és a nagy kulccsal bezárta az ajtót, hogy ne tudjon se a macska, se a farkas, se a tolvaj bejönni. És így mindegyik juh biztonságban pihenhetett, és kipihenték a napi gyaloglást, az evést, mert sokat járt a szájuk, ugye sokat legeltek, elfáradtak, és lehunyták a szemüket, és aludtak. És szép álmaik voltak, álmaikban is legeltek, nagy füveket legeltek. És akkor reggel, jóval a kakas kukorékolása után a jó pásztor ébresztette juhait. Amikor a Barika hallotta, hogy a jó pásztor ébreszti a juhokat, és most mindjárt fel kell kelni, felöltözni, minden, akkor a szalmába dugta a fejét, és nem akart felkelni, a farkával csapkodott, és jelezte, hogy nem akarok felkelni, még aludni szeretnék. És a pásztor tudta, hogy ilyen rakoncátlan ez a Barika, és szólította, gyere csak, Barika! És oda is ment hozzá. Barika örült, és hízelegve dörgölődött a pásztorhoz, aki aztán egy nagy barackot adott az ujjával a fejére. És a pásztor, a jó pásztor
olyan volt, tudjátok, hogy mindegyik juhát ismerte, és nevén szólította. Az egyiknek ugye ez volt a neve, Barika, a másiknak gyere csak, Pöttyös, gyere csak, Kajlafülű, és sorba mind a száznak megvolt a neve, és hívta őket egyesével, és utána mindegyiket megsimogatta, mert szerette a jó pásztor, szerette a juhait. A jó pásztor aztán, amikor összegyűlt a nyáj, élére állt a nyájnak, és azt mondta nekik, hogy szorosan jöjjetek utánam, senki ne ugrabugráljon, ha ti nem kecskék vagytok, báránykájaim, ti nem bakkecskék vagytok, hogy ugráltok, ti juhok vagytok, szépen jöttök utánam, lehajtjátok a kis fejeteket, és jöttök a lépésemre, figyeltek. Mert bizony, szorosan velem kell, hogy legyetek, mert a hegyen át megyünk le a völgybe, ott van jó legelő. És amikor ezeket a szavakat mondta a jó pásztor, Bodri kutya egy nagyot vakkantott a pásztor mellett, és ezzel megerősítette, hogy figyeljetek arra, amit a jó pásztor mondott. Szeme szikrázott, és ebből tudták a bárányok, hogy ez azt jelenti, hogy megtépi a bundájukat, ha szófogadatlanok lesznek, hogyha nem engednek. Halljátok ezt, gyereket? Mennyire fontos az engedelmesség és a szófogadás. Mentek, mentek, szépen haladtak, lépésről lépésre a pásztor után. A pásztor ment a nagy görbe botjával. A pásztoroknak ilyen görbe botjuk volt, amivel segítettek a báránynak, hogyha nem akart menni vagy mozogni. Haladtak előre, a hegyenre is eljutottak, és végül lejutottak a völgybe, a legelőre, ami tele volt finom fűfalatokkal. Az egyik birka, amikor megérkezett, letérdelve legelt. Csodálom! Letérdelve legelt a birka. A másik erősen csámcsogott. Csámcsogott. Mindenki éhes volt. A Pöttyös is nagyokat harapott. Nagyokat harapott a fűbe. Hát Barikáról még azt kell elmondanom nektek, hogy kissé önfejű volt. Egyszer aztán gondolt egyet, elmaradt suttyomban, a többitől futott előre. A jó pásztor észrevette, és a kalapjához kapott, amikor látta, hogy egy farkas közeledik Barikához, a jó pásztor teljes erővel futott Barika után, mert a farkas lopakodva, kúszva közeledett, hogy felfalja Barikát, és nem tágított, amikor a pásztor a botját rázta, nem tágított, bicsorgatta a fogát, de amikor a pásztor egyre közelebb került, akkor a farkas mégis meggondolta magát, és elszaladt. A jó pásztor elűzte a farkast, ami fel akarta falni Barikát. És a pásztor szeriden azt mondta neki, Barika, maradj mindig velem, maradj mindig velem, és akkor biztonságban leszel. Tudjátok, Barika nem volt okos állat, ezért mindig az ösztönére hallgatott. Mi történt a következő nap? Ismét elszökött a gazdájától.
Ahogy távolodott Barika, nem vette senki észre, kezdett beesteledni. És a homályban, ahogy ment, mellé lépett a sziklának, és lezuhant a szakadékba. Szegény Barika! Az ég felé állt mind a négy lába. Kapálózott, rugdalózott, és elkezdte mondogatni be-e-e-e. Tudjátok, ugye, hogy ez a Barikának a síró hangja volt. Be sírt. Nem tudok kijönni a szakadékból, meg se tudok mozdulni, fáj a derekam, a hátam, meg a lábam. A hátsó lábam nagyon fáj, nagyon megütöttem, sírt nagyon Barika. És a jó pásztor meghallotta a sírását, lenézett a mély szakadékba a jó pásztor, ahol tehetetlenül vergődött szegény Barika. Hát mi történt Barikával? Segítek neked, csak ne sírj, mondta a jó pásztor. A jó pásztor utána ment, és felhozta Barikát a szakadékból, megtapogatta a lábát, és látta, hogy észrevette, hogy megsérült, eltört a hátsó lába, és akkor gyorsan bekötözte, megsimogatta, magához ölelte a sérült bárát. A jó pásztor észrevette a Barika sírását. Isten is így van, észreveszi, amikor te sírsz és fáj neked valami. Hazavitte Barikát, és örült a jó pásztor az egész úton. És amikor hazaért Barikával, összehívta a barátait, a szomszédait, és elmondta nekik, hogy mi történt Barikával. De megtaláltam, ragyogott a pásztor arca, szomszédok is vele örültek, ők is pásztorok voltak, és ők tudtak igazán vele együtt örülni. Igen, ez csodálatos dolog volt. Krisztus is örül, hogyha valaki, ő megtalálhat, ha valaki az ő hívására igen mond. Most ebből a történetből, a jó pásztor történetéből levonunk néhány tanulságot. Az első tanulság, hogy a jó pásztor a mi sírásunkat is meghallja, vagyis Isten meghallja a sírásodat, ha te neked valami fáj, és tesz érted valamit. A következő tanulság, a jó pásztor szeretete az Isten szeretetére emlékeztet minket. Ahogy a jó pásztor szerette a juhát, ugyanúgy szeret Isten is. És szereti a juhait, és te is az ő juha lehetsz, ha hiszel benne. Milyen jó dolog az Isten bárányának lenni. És a jó pásztornak gondja van ránk, törődik velünk, megvéd minket a gonosztól, a farkasoktól, azoktól, akik bántanak, megütnek minket, belénk rúgnak, kicsúfolnak minket. A szívünkbe erőt és szeretetet ad ilyenkor az Úr. És ha elszökünk tőle, és nem fogadunk szót, akkor szomorú lesz a jó pásztor. Nagyon szomorú lesz, ha elkóborulunk tőle, de azért utánad megy a jó pásztor. A jó pásztor örül, ha bárányát megtalálja,
És ez a nagyon fontos tanulság, hogy maradjunk mindig vele, ne kóborogjunk el tőle.